Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek december 5-ére. Ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, csupán akkor, ha látom, a napi horoszkópban van valami érdekes, és fontos, hogy ezt közöljem veletek. A videók egy nappal előtte jelennek meg, tehát felkészülhetsz a következő napra. December 5-e. Uránusz bolygó visszafele halad. Ez a visszafele tekintés utalhat a múltra. Előfordulhat néha, hogy emiatt fékezi az eseményeket. Uránusz bolygó jelent változásokat. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet költözködés, változások a családban, vagy egy meglepetés a szerelmi élet területén. Uránusz bolygó egy nagyon szép kapcsolatban áll a Holddal. A Hold szintén változásokra utalhat, de jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, azon kívül általánosságban utal az érzelmekre, az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre. Uránusz bolygó az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, Uránusz bolygó a Kos jegyében, tehát a tűz elemében van. A Hold pedig az oroszlán jegyében, szintén a tűz elemében, ami aktív, lelkesít bennünket, tehát történik ezen a napon valami, ami nagyon tetszik, ez lehet egy új irány, egy új kezdet, változások, és ez a lelkesedés megvan. Ezen a napon, tehát 5-én Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó szintén egy gyönyörű kapcsolatban áll. Vénusz bolygó a mérleg jegyében, tehát a levegő elemében, Szaturnusz pedig a vízöntő jegyében, szintén a levegő elemében. Itt is van mozgás, azon kívül megvan a könnyűség. Vénusz bolygó erős, hiszen uralkodik a mérleg jegye felett, és itt vannak olyan témák, hogy a belső egyensúly, harmónia, az igazság és a szerelem, hiszen a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, ahonnan a szerelem bolygója hat most ki ránk. Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében jelentett ötleteket, elképzeléseket, és Szaturnusz bolygó segít mindezt megvalósítani. Általánosságban úgy mondanám, hogy van mozgás ezen a napon, lesznek változások, lesz egy meglepetés, ötletek, azt is mutatja ez a nap, hogy hogyan lehetne ezeket a terveket megvalósítani, és megvan ehhez a lehetőség, és itt lehet egy új kezdet, lehetnek változások. Mivel Vénusz bolygó nagyon erősen hat, ez lehet a párkapcsolat, vagy előfordulhat más életterületen, hogy inkább ránk, hölgyekre, hat ez ki, ha például munkahelyi változás van. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!